Én szeretettel köszöntelek benneteket itt a 2022-es év utolsó napján, a Second Chance, a második esély csapat nevében, és szeretnélek benneteket egy ige szakaszsal bátorítani itt az év utolsó óráiban. Maga a mi missziunk az arról szól, hogy Isten ad második esélyt, és van második esélyed dönteni mellette itt a földi életben. És egy ilyen második esély történetet szeretnék nektek olvasni a Lukács evangéliumából, a 19. rész első versétől. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá, Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az úr elé, és ezt mondta, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valami törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez a történet nagyon gazdagon bemutatja azt, mennyire keresi Isten az embert. Mennyire keres Jézus bennünket. Annak ellenére, hogy milyen évünk volt, annak ellenére, hogy lehet, hogy kudarcok értek téged ebben az évben, Isten keres téged. És szeretnék most hozzád is szólni, aki lehet, hogy otthon vagy egyedül, és nézed ezt a videót, és talán nagyon egyedül érzed magad. Úgy érzed, nincs melletted senki. Szeretném a szívedbe kiáltani, Isten keres téged, Jézusnak fontos vagy. És valójában ebben a történetben is látszik, mi van Istennek, Isten szívének kellős közepében. Isten keresi az embert. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ha te ilyen elveszettnek érzed magad, akkor hadd mondjam, Jézus, te érted jött el. Azért jött a földre, hogy megkeressen téged. És ma is, most is, talán ez a videón keresztül keres téged. És szeretném a szívetekbe szólni, a szívetekbe súgni. Isten szeret téged, és fontos vagy neki. Az életed rendkívül fontos. Pontosan 10 évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon mély depresszióban voltam, amiből Isten kimentett. És napok leforgása alatt megszabadított és kihozott a keserűségből. Ez az én bizonyságtételem, de többen, akik ebben a csoportban szolgáltunk, vagy szolgálunk, be tudunk számolni erről, hogy Isten keresett bennünket, és megtalált. És lehet, hogy most ez a videó, egy ilyen videó, amivel Isten keres téged, hogy elmondja, fontos vagy neki. Aztán azt látjuk itt, hogy Zákeusra azt mondták, hát ő bűnös. És hogy Jézus egy bűnöshöz bemegy. Olyan csodálatos az, hogy többször így számol be a Biblia Jézusról, ő a bűnösök barátja. Azok, akik azt gondolják, hogy nekik már nincs esélyük, Jézus az ő barátjuk. Jézus mellét szegődik. Jézus megkeres téged. Fontos vagy neki. És lehet, hogy, és szeretnék hozzátok is szólni, lehet, hogy olyan éved volt, ami tele volt kudarcokkal. És úgy gondolod, hogy te szereted Istent, és szeretnéd őt szolgálni, és szeretnél az ő útján járni, de csak kudarcot tapasztaltál. Annyira szeretném elmondani, Isten akarja, hogy a te életed kivirágozzon. És lehet, hogy most pusztában érzed magad. És igen, van olyan időszakunk, amikor úgy tűnik, mintha soha nem lenne ennek vége, ennek a pusztának. De hadd mondjam el, szintén a saját tapasztalatból, hogy Isten készíti a felüdülés idejét. És nem lesz mindig így. És ne higgyétek el azt a hazugságot, hogy ez mindig így lesz. Az a körülmény, ami körbevesz téged, hogy ez mindig így lesz, ez nem igaz. Az, amikor a szívünket, az életünket újra odaadjuk Istennek. Amikor mindent odaadunk újra, és amikor azt rábízzuk magunkat, a jövőnket, egyszer csak eljön a felüdülésnek az ideje. És hadd mondjam el nektek, nem tudom, miért kell erről beszéljek, de
pontosan ez a nagyon-nagyon nehéz időszak után nekem jött egy még nehezebb időszak, amikor tényleg úgy éreztem magam, hogy a puszta kellős közepén vagyok, meg vagyok fáradva. Szinte minden reggel úgy keltem fel, hogy uram, miért történik ez? Abban az időben egy romos albérletben laktunk a testvéremmel, egy nagyon-nagyon nehéz körülmények között kellett látnom a olyan szenvedést a saját életemben, az ő életében kellett látnom a környezetemben, amire nem számítottam. És azt is kellett látnom, hogy annyi minden történik körülöttem, amit nem szeretnék. Nem láttam semmiféle áttörést a munkámban, és a végén már az egészségem is veszélyben forgott, a hátam rendkívül fájt. És minden reggel úgy keltem fel ebben az időszakban, hogy uram, én nem akarok kikelni az ágyból. És lehet, hogy te is így vagy most. Nem akarsz már kikelni az ágyból. De tudjátok, minden nap ebben az időszakban, amikor meghoztam a döntést, kikeltem az ágyba, és letérdeltem ott a romos albérletben, abban a sötét időszakban, letérdeltem az ágy mellé, és imádkoztam, éreztem, és Isten jelenléte ott volt. És valahogy, én nem tudom, hogy hogyan, de az ő szeretete átvitt azon a napon, és a következő napon, és a következő napon. És abban a letérdelésben, és abban a döntésben én megvallottam, én nem leszek többé keserű. Isten megszabadított előtte 4 évvel a keserűségből. Én nem fogok visszamenni a keserűségbe. Úgy döntök, hogy nem megyek vissza. Annyira szeretnélek benneteket bátorítani. Akik megfáradtatok. Akik úgy érzitek, vagy azt mondják rátok, hogy bűnösek vagytok. Nincs esélyetek Jézushoz jönni. Hadd mondjam el, a legközelebb vagytok Jézushoz. Ő sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. És lehet, hogy így érzed magad, nem akarsz kikelni az ágyból. De amikor meghozod a döntést, és oda térdelsz az ágyad mellé, ezeken a reggeleken, és így imádkozol, Istenem, én döntök, nem leszek keserű. Jobban bízom a te szeretetedben, mint tegnap. Higgyétek el, nem tudom, hogy hogyan, de eljön az a csoda. Isten szeretete át fog vinni téged azon a napon, és a következő napon, és a következő napon. És ki fogsz jönni ebből az időszakból. Hadd bátorítsalak benneteket ezzel. Az ember fia, Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet. Ha ilyen elveszettnek érzed magad, ha ilyen egyedül érzed most magad, hadd bátorítson téged ez a videó. Nem vagy elveszett. Keres téged. Pontosan te érted jött, hogy téged megkeressen, és megtartson. És fogok énekelni most egy pár dalt. Remélem és kívánom, hogy legyen bátorítás ez számotokra ennek az évnek az utolsó óráiban. Ha megfáradtál, és erőd elhagyott, kialudt a fény, ami eddig ragyogott. Ha föléd emelkednek, s elfednek a gondok, hát tedd a terhed elé. Szállni akarsz, de egy lépés sem megy. Nehéz az élet, egyedül cipeled, már szenvedett, értsd meg, a kereszten érted, hát tedd a terhed elé. Tedd a terhed elé. Nem azért jött, hogy sírni lássuk, nem azért, hogy a thank you.
nem azért, hogy a porba újra tárd ki a szárnyad, el a világ, a nem azért jött, hogy sírtásod, nem azért, hogy a porba újra tárd ki a szárnyad, el a következő ének, amit szeretnék nektek küldeni. Ez egy nagyon különleges ének, ezt még nem hallhattátok, mert ez egy fordítás, ami valójában körülbelül 10 éve született. Abban az időszakban, ahogy említettem már, ott 2012-ben én átmentem egy szabaduláson, Jézus Krisztus megszabadított a depresszióból, kimentett a keserűségből, és ugyanebben az időszakban egy nagyon kedves rokonom, Robi, ő is átélt egy teljesen más szabadulást, de átélte azt, hogy helyreállt az élete, helyreállt a feleségével a kapcsolata, a házassága, a családjuk, és az a története ennek a dalnak, az a címe az éneknek, hogy ott van minden kezedben. Ez egy Chris Tomlin ének, az eredeti az ugye a Sovereign az eredeti címe ennek a dalnak. És ami valójában azt jelenti, hogy mindenható, mindent kezében tartó, tehát egy szuverén úr, ami Istenünk. És Robi elküldte nekem ezt a dalt, hogy testvérem, le kellene fordítani. Ez az első figyelmeztetés. És egy hét múlva kapok még egy e-mailt tőle, dalfordítás, második figyelmeztetés, és gondoltam magam, a harmadikat már nem kellene megvárni, úgyhogy ez a második figyelmeztetés után, aznap este megszületett ez a fordítás. Szeretném, hogy ez is bátorítson benneteket. Isten kezében ott van a jelened, a jövőd. A jelened, a múltad és a jövőd is. Ott van minden kezedben. Kezdettől a végig,
is a menny a hegytetők fölött, hol a hajnal tükör, látod egész életem, örömöm is félelmem, általad mi fájt, az győzelem. És az utolsó dal, amivel szeretnélek még benneteket bátorítani. Ez az ének arról szól, amiről az elején is beszéltem, lehet, hogy pusztában vagy. Lehet, hogy úgy érzed magad, mint Dávid, amikor a pusztában vándorolt, és Saul üldözte őt, és úgy érezte magát, hogy nincs reménysége, vajon hogyan lesz az ő jövője. És ebben az időben annyi zsoltár született, ami a mai napig bátorítja a mi szívünket, és bátorítja a mi bensőnket. Ezek a zsoltárok, ezek pontosan arról beszélnek, Dávid hogyan buzdította önmagát, és hogyan bátorította, hogyan szólt az ő lelkéhez, és bátorította önmagát. Bízzál én lelkem! És ez az ének is valójában az ő történetét dolgozza fel. Ami még csodálatos ebben, hogy ez az ének, ez egy megvallás, arról szól, Isten meg fog őrizni bennünket, meg fog áldani bennünket.
Ezzel szeretnék a 2023-as évre nektek bátorítást adni, bíztatást, Isten veled lesz. És lehet, hogy úgy érzed magad, hogy nagyon sok fegyver van, amit lehet az ellenség kovácsolt ellened, hogy elveszítsen téged. De hadd mondjam, egy fegyver sem lesz jó szerencsés ellened. Ez az ígérete azoknak, akik Isten szolgái. És így bátorítson benneteket, akik szolgáljátok az Urat, akik félitek az Urat, akik őt akarjátok követni ebben a következő időszakban is. Ne féljetek, Isten meg fog áldani benneteket. És még a fegyverek, amik lehet, hogy elkészültek ellenetek, azok sem fognak érvényt szerezni, és azok sem fognak benneteket eltalálni, hanem megóv benneteket az Úr ettől. És összetörnek azok a fegyverek. Isten bátorítson most benneteket, a Szentlélek bátorítson benneteket ez az ének által. Száradt, pusztában minden sivár, semmim sincs már, mégis így szól a szám, az Úr az, ki engem megáll. A hőségem mésztel, azt érem, ha elfogy erőm és ha fáj. Tűzben próbált aranyát ed hitem, próbáklány is hozzá kiálltok, a győzelem úton van már. Krisztusban győztes és áldott vagyok, életén lábam megáll. Kicsi remény, az élet, ő ugyanaz, zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret. Tél, jön vagy nyár, mit hoz az élet, ő ugyanaz, zengjen a hála ének, szálljon. Yeah.
Amen. Halleluja. Amen. Amen. Legyen nagyon-nagyon áldott 2023-as évetek. Isten áldjon meg benneteket, őrizzen meg. Ő előttetek jár, ő veletek lesz, ő keres benneteket, ő ott van értetek, nagyon szeret benneteket, és mi is nagyon szeretünk. Ilyen nagy szeretettel, isteni szeretettel kívánunk nektek nagyon-nagyon áldott következő évet a Second Chance, a második esély nevében.